Hivatalos megnyitóval vette kezdetét a helyi hagyományőrző egyesület által szervezett értéknap Halásziban. Elsőként Majtényi Tamás polgármester köszöntötte a résztvevőket. Én szeretném megköszönni a Halászi Hagyományőrző Egyesület tagjainak, vezetőinek, hogy ismét önzetlen munkájukkal egy nívós eseménnyel javítják Pest-Déptik településünk kulturális életét. Kívánok nekik további kitartást és hasonló szorgalmat a jövőbeli munka elvégzéséhez. A köszöntő után dr. Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke adta át a Győr-Moson-Sopron megye szolgálatáért díjat, melyet ezúttal Darázs Jenőné vehetett át. A díjátadás után Szilágyi Dániel, a Hansági Múzeum megbízott igazgatója tartott néprajzi előadást, de sok más programmal is készültek az érdeklődőknek. Hát ennél hármat szeretnénk csinálni. Gyúrták, vágták, végül sodorták és fonták. A hagyományőrzők bemutatták azt is, hogyan készül a híres kulcsos kalács. Emellett viselet és helytörténeti kiállítást is szerveztek, a gyerekeknek pedig kukoricalabirintust alakítottak ki, ahol a kukoricafosztás régi technikáival ismerkedhettek meg. A célja az, hogy 1990-ben alakult egy hagyományőrző egyesület itt Halásziban. Nagyon lelkes tagjai 30 év alatt nagyon sok tudást halmoztak fel, és ezt a tudást szeretnénk megismertetni és megmutatni a mostani generációnak. Szeretnénk fiatalokat megnyerni ennek az ügynek, hogy legyen folytatása. A programok között szerepelt a lovas bandérium felvonulása, lovaglás és helyi dalokat, táncokat is tanítottak az érdeklődőknek.